Sziasztok, jó reggelt! Üdv a Rudabányáról, a Winter Cup utolsó fordulója. Jó reggelt nektek! Igen, ez az ötödik, egyben a télzáró futam ebben a sorozatban. Igen, így van, úgyhogy hamarosan indulunk a rajtba, utána majd körbe megyünk, szétnézünk az autók közt. Ugye most reggel ilyen pályabejárással telt el főleg az idő, azért, hogy megnézzük, hogy hol vagyunk, meg mi a helyzet, meg felírjuk a pályát, mert összesen 2,3 km hosszú. Így van, azért itt már most van benne távolság, még technikás dolgok, amire ajánlott figyelni, hogyha az időt is szeretnénk nézni, hogy igen, ne csak autózunk. Igen, úgyhogy folytatjuk hamarosan az autóból. Kedves nézőink, indulunk hamarosan itt az első körre, Rudabánya, Winter Cup. Szabikával felkészültünk, mentünk egy pár próbakört, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Más gumival megyek most elő, mint amivel szoktam, vékonyabbal. Megnézzük, hogy mennyire csúszik a pálya. Körbejártuk, egy kicsit dobál, kicsit ilyen, kicsit olyan, hát majd kiderül, hogy milyen lesz itt Frankóba. Így van, egyelőre viszonylag száraznak mondható itt az eleje, aztán az időjárások egyes lesz, akkor az is marad, nem akkor keresztbe is megyünk. Hát majd kérdés, hogy ott a saras rész az milyen lesz, mert ugye azt nem tudjuk, hogy ott kifelé, meg az ott nagyon-nagyon dobál. Igen. Úgyhogy... Főleg ott a teteje. A teteje dobál. Az ott nem ér annyit, hogy annyira nyomjod neki, ne szakadjon szét semmi, aztán ezért menjünk okosan, ügyesen. Igen. Három kör kell lemenni, nem egy körből tudjuk meg, hogy ki a leggyorsabb, hanem az összesből. Jön? Azért ott a felső rész az nem kíméli az autót. Úgyhogy
kedves nézőink, ennyit az első körről, mindjárt jelentkezünk majd itt a többiekkel, most már lesz időnk menni szétnézni. Na, meg volt az első kör, tele volt izgalommal, pálya amúgy nagyon tetszik. Jó volt, jót mentünk, időben is jót mentünk, hát hogy vannak kisebb nehézségek az időn. Számoltuk a gumikat a lassítóban. Igen, majdnem megvan mit. Mondjuk a harmadikat nem tudom, hogy hol vittük, a kettő az megvan, ott az első része, ahol csúsztunk befelé, ott azt hittem, hogy ott... Nem tudom, nekem csak az első van, még a másik kettőről a másodikat én éreztem, a másodikat, a harmadik az nincs meg, hogy azt hol vittük el. Nem lehet, az autón külsérelmi nyoma nincs, hogy... Szerintem az épp, hogy érintős volt, igen. Ugye nagyon szűkre akartad venni, mert aránylag szűk ugye a lassító. De hát most ez ilyen, tehát ez autóverseny, ott van a gumi, ki kell kerülni, azért van. Az erről szó így igaz. Úgyhogy ugye körbe megyünk, megnézzük itt a brümmögőket, mert már itt is izé valaki jön mögöttünk. Ja. Valami BMW-vel. Az úgy, is járt autó? Én azt hittem, hogy ez a repülőmotornál feladta a harcot. Bocsi, buszi sike Peti. Ez neked szólt amúgy. Ezt nem lehetett kihagyni, mert állítólag azt mondták nekem tegnap, amikor elnéztek hozzám, hogy figyelj, a Suzuki az nem egy kategória BMW-vel. Úgyhogy mindenféleképpen azért meg szeretnénk azt nézni, hogy az abszolút időben majd hol végez a BMW, meg mondjuk esetleg egy első osztályban lévő, első kategóriában lévő autó, ami 1300 köbcentig tart. Mi a különbség a 2000-es 6-hengeres BMW közt, meg egy... 4-hengeres. Ráadásul lehet, hogy majd erről lesz itt egy kis bevágás is, hogy mennyi tuninggal készült az autó, mert jelen voltam, mármint a BMW. Igen, mindent elkövettek, hogy autó legyen belőle, de meglátjuk, hogy sikerült-e. Így van, majd kiderül az első, a második, meg a harmadik kör után, meg hogyha sikerül befejezni. Na igen, ez a lényeg. Na menjünk, nézzünk körbe. Milyen volt a pálya? Így elsőre nagyon jó volt. Még egy kicsit visszavettünk, de a nézőknek szerintem nagyon fog tetszeni, mert a lassítóba megérkeztünk előkével, kézivel, mindennel, hogy ezt tudjuk szedni. Első gyors lassítót elvittétek, vagy nem? Nem. Az ott eléggé csúszott még az, nekünk az első, úgyhogy harmadik autóként mentünk, az ott mi csak csúsztunk be. Hát nekem is semmit nem fogott jóformán gumifék távra, húztam egy kis rasnit, és akkor összeszedődött az autó, úgyhogy... Fent a teteje? Hát az Isten volt. Ott az nagyon jó volt, ott a jobbosba így ahhoz képest elugrattunk. Jó volt. Ott viszont a sárba, azon az iszapos szaron, azon fogott a gumi, hál' Istennek. Aha. Nekünk meg pont az volt, amikor jöttünk lefelé a... visszafelé, lefelé a hegyről, ott van benne egy pici jobbos. Igen. Ott van az a kis szakasz, igen. Körülbelül egy 30 méter. Na az viszont a takony az úgy csúszott nekünk. Aha. Nekünk az nagyon jó kiadta, hál' Istennek, mert ott mi megérkeztünk egy-kettő csontkeresztbe, és akkor lényegében ott a lassító olyan gyönyörű szépen kiadta, hogy ahogy kellett elvileg. Mi első kerekesen megyünk, ti hátsóval, tehát ott szerintem pont ott jön ki az a része, hogy igen. Másképp kell táncoltatni az autót. Igen. De nagyon jó pálya amúgy. Jó amúgy. Jó ritmusa. Ötször ilyen hosszú, akkor nagyon tudnám élvezni. Picikém, én múltkor is elmondtam az Osan parkolóban, hogy lehetne hosszabb, most kivételesen nem én voltam. Ennyi pénzért ennyi jár. De figyelj, jó, tehát mindannyian ugyanígy vagyunk fel, hogy mennénk 30 kilót, hát mondjuk 30-at lehet, mert nem bírnánk, de egy tized jó lenne egy szakaszba menni. Ja. 10 kilométer után jön bele úgy az emberbe, úgy normálisan a addigra bemelegszel. A kezében, meg minden. Aha. De jó, de nekem így, tetszik, így, jó nekem, a ritmusa. Nekem is. Jó, gondolom, jó versenyzés nektek. Okay, köszi szépen. Ciao. Cső. Mi újság? Nem tudom semmit.
Hogy megy a verseny? Nagyon jó. Gumit számoltatok? Igen. Első körbe? A kettőt, de többet. Mi is számoltunk? Én kettőt számoltam, de amúgy három volt. Tényleg? Három. Ja, hármat vittél. De a harmadik, arra nem emlékszem. A kettőre azt tudom. Mi? Kettőre tudtuk, annyi is volt. Jó verseny. De jó pálya, nem? Aha, csak kicsit csúszik. Féltél? Nem. Bátorság volt, igaz? Bátorság az, volt. De a második az jobb volt, ott már jobban ment. Meg ott már nem volt az adrenalin súlya. Az első körben mindig nagyobb az adrenalin, nem? Így. Jól van. Jó, oké. Ügyesen. Na majd találkozunk. Oké, hello. Szia, Viki. Hogy megy a versenyzés? Most már te is versenyzel? Rag el! Elő se vettem, ez csak a kamera. Rag már el. Azt meg nem vered elővenni. Hát, dehogy is. Akkor nem szeretnél beszélni nem velem. Nem szeretnék szerepelni, igen. Jó van, mindegy. Köszönöm szépen. Nagyon szeretném. Jó versenyzés. De most. Gyomrom forog, nem bírom olyan érteni. Komolyan? Jó, jó van. Oké. Ja? Jó versenyzés. Ciao. Szervusz. Milyen volt a pálya? Ó, király volt nagyon. Sziasztok. Kicsit csúszós, de hát na, ezért jöttünk csúszkálni. Azt hallottam azért, hogy raktátok neki mindenhol, tehát innen lentről is lehetett hallani. Hát lehetett. Kettő-három végig. Csúszott? Csúszott, persze. Te tehát milyen volt? Ott, ahol tudod a visszafordítóval? Élvezhető, jó kis murvás rész. Jó, szerintem az egész. Nagyon jó. Meg az ebben azért van bél, el lehet tenni rendesen. Hát van. Vienna az a negyediket is, csak már négy emelem. Igen, mert azért ahhoz képest meg csúszik a pálya. Igen. Mi is itt a legelső lassítóban, mármint itt az egyenes része, mi is becsúsztunk. Én nekem a második volt egy kicsit tetszés, a második lassító. A második, a hosszú egyenes. Szép, hogy meg tudtam állni. Hogy nem megállnék, hogy meg tudtam menni. De jó volt, nem vittem gumit egy és sem végül is. Úgyhogy. Akkor büntetőpontok nélkül megúsztál. Megúsztunk. Nagyon helyes. További jó versenyzés. Köszönöm szépen. Na kedves nézőink, indulunk a második körre. Már most eltelt az idő, de legalább jó idő van. Süt a nap, eső nem volt. Ennyi előnye van, a szél az fúj, de hát ez van, remélem hallottok rendesen a mikrofonba is, mert eléggé fúj a szél. Úgyhogy indulunk. Így van, próbáljuk csinálni, amiért jöttünk. Így van, szórakozni, meg jól érezni magunkat. Hát kedves nézőink, megyünk a második mért körre. Motor most már bemelegedett, pályafogalmunk nincs, hogy milyen lesz. Jobb, nem? Igen, ilyenkor, amikor az ember így sokáig áll utána, be vagy kókadva rendesen. Most körülbelül, mint reggel, amikor felébredt. Aha, körülbelül ugyanaz az érzés, mert ugye sok idő eltelik. De hát ez van, ez erről szól, tehát most... Igen, itt ki kell várni a sort, ha akarsz autót húzni. Igen. Hát ugye minden versenyző ugyanazt szeretné, hogy folyamatosan menjünk, ne pedig az, hogy várjunk, de hát ez van. Jön a Mázé? Más a autó? Thank you.
jó volt, jó volt. Ez érzése is jó volt. Ez jó, hát persze, meg sokkal szárazabb volt a pálya, még már most tudtam, hogy mi a helyzet, tudod, másabb azért. Igen, de most máshol indult, meg máshogy. Teljesen más, hallod, ott volt itt most a visszafordítónál, amikor izé jöttünk, hogy mondom, ez most már itt nagyon sok lesz. Úgyhogy kedves nézőink, az izgalom megvolt, ez már most jó volt. Na szóval, kedves nézőink, ennyi volt itt a második kör, aztán hamarosan folytatjuk, megyünk sétálunk egyet, meg az is lehet, hogy eszek valamit, vagy eszünk valamit, mert még itt nagyon hát, sok idő. Sokat kell várni, akkor igen. Nem hát, ha még 4 órát is várunk, azért az... tehát az, én nem akarok akkor így omorradni, mert az se jó. Úgyhogy hamarosan jelentkezünk. Nos, meg volt a második kör. Vélemény? Fie, élményre sokkal jobb volt, mint az első. Szerintem gyorsabbak is voltunk. Én jól éreztem magam benne. Teljesen más volt, teljesen másképp csúszott az autó, meg más helyeken. Sokkal szárazabb volt a pálya, az a murvás rész is igazából. Szárazabb volt? Szárazabb, sokkal. Kiártabb volt a pálya, ott fent, tehát azon a részen. Viszont így, hogy később kanyar után nem mentünk bele a nagyon nagy lyukba. Igen, az elsőben tanuló volt, hogy igazából csúszott is nagyon, hamarabb is rá kanyarodtam, ugye az hiba volt. Így jó volt, mert így ott az első körben az ütött olyat az autó, ott azt mondtam, hogy ott itt kapufa lesz. Úgyhogy ez sokkal jobb volt így ebből a szempontból. Igen. Várjuk az eredményt, hogy... hogy milyen időt... Mire volt elég? Igen, és utána remélhetőleg folytatjuk a harmadik körrel is, úgyhogy addig megyünk egy kicsit bandázni, kajcsizni, meg ilyeneket csinálni, mert még lesz egy pár óra, még itt a igen, következő körbe jövünk. De legalább süt a nap, jó idő van, nem esik az eső, mert ha ez nem így lenne... Hát, akkor itt nagyon sok ember szerintem már lehet, hogy nem lenne így. Igen, akkor lehet, hogy nem a legjobb lenne, de addig a jó még ez így van. Úgyhogy folytassuk hamarosan. Maslakó úr! A nappal ne, lehet nézni. De... ne haragudj, de az a baj, hogy onnan kell kamerázni, sajnos ez az átka. Próbálok fordulni, úgyhogy jó legyen. Igen, de rettenetesen süt a nap. Igen. Na milyen érzés eljönni most az amatőrre az új autóval? Hát jó volt, tele voltam izgalomban, ugye az, mivel ugye először indult. Tudom. De viszont ennyi is volt. Mert? Mert a motortartóbakunk az sajnos azt mondta, hogy elfáradt, pedig zsírul van benne. Meg itt, ahogy tolattam be, a kormány összekötőnk az szétakadt. Úgyhogy csalódás lett ez a... Na, nem bántam volna, ha a második kör után történt volna ez meg. Mert legalább van egy kis ülésidőd benne. Hát, mert most ugye ez az első kör, ez olyan tapogatós kör volt. Hát meg úgy, hogy nem mentél az autóval, mert tudom, hogy egyetlen egy teszten voltatok vele, nem? Egy valami azért, valamin aszfalton kipróbáltok. Így van, így van. Aha. Most azért itt Murván vagyunk, azért nem ugyanaz a játék, mint egy aszfalton, mert aszfalton azért vezetsz autót, tudod, hogy milyen. Hát meg ugye annak örülök, hogy ugye nem a tanyánál történt, lefelé. Felfelé jó volt menni, azt tetszett. Ez a sodrós az, az nagyon jó volt, de... Hát látjátok, ez a versenyzésnek itt a hátulütője, amikor eljössz és mondjuk az első körben sajnos valami technikai ok miatt nem tudod folytatni. Ugye sajnos már egy pár autóval ez megtörtént, de... Hát ma 6 eset kikonfélt. Remélhetőleg a legközelebbi alkalomra orvosorva lesz ez, és akkor láthatunk egy ugyanilyen amatőr versenyen. Hát mindenképpen itt leszünk. Köszönjük szépen! Hát én köszönöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sike Péter és a BMW. Így van. Milyen volt a verseny? Hát, első kör az jó sikerült. Egy kanyar, bukta. Valós lett a jobbos? Valós lett a jobbos. Négy keréke becsúsztunk. TikTokon fent van, majd nézzétek meg az oldalunkat. Igen? Igen. Na, sikerült akkor. Majd nézzetek utána, majd megpróbálok egy linket benneadni a leírásban. Viszont ez nagyon jó volt, most ezt nagyon élveztem. Abszolút 22-ek lettetek. Tényleg. Abszolút 22. Hát de még nem ment mennyi. Még sok autó nem ment le. Viszont... ahogy néztem, Kossuth Gabék a Trabanttal, abszolút 16-ok lettek. Hát de ők Trabanttal mennek, bazd meg. Szétkönnyítve, GSX-er motor menne. 600-as két ütemű Trabant. És ők is írták egyébként, egész hétvégén a Trabantot, egy lapos csavarhúzóval így tekergettek rajta. Harmadikat nem vette, hallottuk. Ez ilyen. De jó volt a verseny. Nagyon, ez utolsó kor nem tetszett, úgyhogy legyen még egy. Igen, csak szavazzuk meg. Csak segítek ugye leállni a Suzuki-val.
Nem kell segítség hozzá. Végülis időben ugyanannyit mentünk, mint ti, úgyhogy nem gond. Az jó. De mi most már csak... Anyu, hogy gyári, nem kellett írni. Ez is gyári. Fú, gyári. Megmutassam? Halljak meg gyári. Halljak meg gyári. Amúgy meg... Gyere, légy szíves. Tessék. Ennyi. Tehát, hogyha valaki hazudni akar és oda akar egy matricát tenni, tehát ezt is meg lehet csinálni, nem, igaz? Ez így jött ki a gyárból is. Gyárból ilyen is így matricával. Ki? Oda van írva, hogy full gyári. Így. Ennyi. Örültem. Én is örültem. Köszönöm szépen a segítségedet. Nagyon szívesen. Majd találkozunk a következő versenyen. Jó, megbeszéljük. Szerbusz, uram. Szia, Boris, szia. Hogy ment a mai verseny? Az első az lassan. Álmosan. A második meg lassan álmosan. Váltórudazat visszafelé. A bucka lefelé. Onnantól már csak harmadik meg negyedik van található. Melyik? Amikor már visszafordultál és jöttél lefelé? Hát a Balosba odaütöttem Carter, de utána még meg volt a harmadik. Csak az utána következő lassítóban már nem volt semmi más. De jó volt, tetszett nagyon. Ez jó, amúgy nem rossz a pálya. Tehát így ez... Ez így jó, élvezetes amúgy. Jó volt, mert csúszok. Hát mondjuk mi az első körbe, mi mondjuk ott majdnem kivittük itt az egyenes részen, még az aszfaltos részen. Ott mi csúsztunk befelé, pedig bőven ráhagytam, ugye, hogy biztonsági kör az első valamennyire. Mi csúsztunk befelé, csúsztunk, aztán mondom, kurva életbe. Peti, rosszabbul járt. Hát tudom, láttam. Az baj, hogy ez lett a vége, mert így, ahogy néztem, a Matej a Zsigulival 11-jel vert. Igen? 0,011-jel. 0,011-jel? Örülök neki, hogy élvezted a versenyt. Én és is. Akkor lehet, hogy köszönöm. Találkozunk valamikor majd egy másik versenyen. Ezt most lerakom parkolni, mert nagyon sokat kellene rá költeni, úgyhogy... Meg hát a továbbiakban... Majd kiderül, hogy mi lesz? Majd kiderül, hogy cső nélkülit engednek-e, hogy lesz pénz összerakni egy csövest, na, mindegy. Mindegy, az majd adja magát, addig is örültem. Nagyon szépen, találkozunk köszönöm. A következő alkalommal. Találkozunk. Remélhetőleg. Reméljük. Köszi szépen. Köszi. Hello. Szia Gabikám, jó, milyen volt a verseny? Ameddig ment, addig tökéletes. És? Hogy érzed? Hogy sikerült a mai nap? Tudtad, hogy elvertél egy 6-hengeres BMW-t? Nem. Ez újdonság. Elvertél egy 6-hengeres BMW-t. Jobb abszolút időt mentél, mint ő. Hogy érzed most már így magad, hogy ezt az információt tudod? Ez még most nem boldogít. Ez még most nem boldogít? Nem. Majd boldogít? 2-3 nap után kipihenem magam, aztán majd jó lesz. Legalább kipróbáltam a múrgumit, ennyi előnye volt. Na és milyen a gumi? Jó. Csak sár nem volt. Sár nem volt, sokkal jobban tapad, mint egy téli. Haladni lehet vele, viszont fel kell tenni hátra is. Mert most meg már a hát, hogy a csúszkál csak jön, megy, össze-vissza. Ilyen megmagyarázhatatlan módon jár, mi? Igen. Sokszor az a baj vele, hogy az első futamban az volt a legnagyobb problémám vele, hogy az eleje tapadt, arra meg nem voltam felkészülve, hogy a hátulja semmit nem fog az elejéhez képest tapadni. Ott aztán romboltunk is, betolattunk egy lassítóba. De a második kör már tudtam, hogy jó lesz a dolog. Ott van az, amikor elkezdtem észre menni. Előtte meg ész nélkül. Igen, előtte meg ész nélkül mentem. Ne neves. Navigátor tudja a dolgát, egyébként megmutatom, a navigátor épp ott kajcsizik. Meg iszik finom teát. Boros kóla. Bor van benne. Úgyhogy jó volt ez a négy kör, amit mentem, ez jó volt. Az jó volt. Mondom, ezt az utolsó futamot ezt nagyon hiányolom. Én nekem nem... Legközelebb? Nem készültem. És legközelebb? Valahol találkozunk? Ha lesz valami, akkor igen. Na, kedves nézőink, majd kiderül, hogy mi lesz itt a folytatásban, és utána folytatjuk. Örültem, hogy versenyezhetünk együtt a Wintercup-ba. Úgyhogy majd a végeredmény kiderül évvégén, hogy ki hol végzett. Igen. Aztán majd meglátjuk. Valahol még úgyis találkozunk. Valahol biztos így van. Valahol még úgyis megyünk. Köpeci Dávid, ladával, Rudobányán. Mi újság van? Utoljára, amikor találkoztunk azon a rendezvényen volt, amikor bohóckodtunk, meg gumit füstöltünk Ózdon. Azóta mi történt? Hogy vagy? Teljesen jó vagyunk, jól éreztük magunkat. Időre mentünk, most próbáltunk. De... Úgy, nagyon tetszik. Teljesen jó verseny volt, kár, hogy eltöröltük az utolsó kört.
6 tizedre voltunk a hatodik helyről. Nagyon igen. Kevés, kicsit is. Hát 6 tized ugye az nem sok. Hát közben, nagyon kevés. Közben itt mögöttünk mennek ugye az autók, mert ugye mindenki elpakolt. Ez nagyon kevés, 6 tized, nem sok. Jó volt már újra autóba ülni így verseny körülmények közt, nem? Tehát azért, meg ez vegyes tala is, csúszós, rallik, murva, kis aszfalt, kis ez, kis az. Ennek tanuljuk, szokjuk az időre menni és gyorsan menni. Majd adja. Hát igen, mert legközelebb, mert hol mentetek? Várjál, Óz rallin mentetek. Ózdon, utána a Cserépvel alján. Cserépvel alján, igen, azt láttam. Ott de is mentetek. Most. Tehát kevés ülésidő van igazából. Nem, mert mellett nem is megyünk az autó. Csak eljöttem, hogy felülünk, azt megyünk. Hát igen, és ez a legnagyobb kihívás ugye mindenki részére, ugye, hogy ülésidő. Nekünk is ugye ez a legnagyobb probléma. Bocsi a hang miatt, csak a Lada itt a háttérben épp parkol fel a trailerre. Tehát nekünk is ugye ez a fő probléma, mint ami nekünk is, hogy ugye nagyon keveset ülünk mi is az autóba. És amikor mi is beleülünk, igazából olyan, mintha egy új autóba ülnél minden egyes alkalommal. Mi is ezért csókoltuk a gumit, egy pár helyen hibáztunk, tehát ezért elég sok időre állt a még az első. Mi is lassítunk, hogyha nem viszünk lassítunk, van egyet. Igen, de elviszem. Az ő másnak ment az, hát idegesít így, mert idegesít, de ez van. De ez van, de ez pont azért van, mert nem ülsz a kocsiba annyit. Nem ülsz a kocsiba annyit, ugye, hogy annyira hozzá legyél szokva, hogy tényleg, mint ahogy mondják, hogy boltba járunk. Hogy beleülsz, leparkolsz vele. De hát nem tudunk vele mit csinálni. Uram, csókollak ölellek. Köszönöm. Hát, kedves nézőink, Béke Tóni. Hello. Másodjára már minden gumit felrúgtam. Nézőké. Csak a nézők miatt. Jó volt. Hallottam, hogy fejzecskáltak. Na, kedves nézőink, mögöttünk áll Baba. Béke Tóni kis verseny kamionja. Úgyhogy elhozta ide a... Nekik egy kicsit autózunk. Remélem, lesz sok kép, sok... Hát először bemegyünk egy kicsit ott az árukba és úszunk. Hát nem, téged kiszedtek azonnal. Ezt kibírták húzni, a többit nem. Hát bennem van a négy pereje. Bennem. Igen. Ennyi. Igen, így van. Élvezted? Jó volt adni. Élvezted, jó volt. Fent, öröktem mindenhol. Úgy jöttem le, így jöttem le. Igen? Akkor élvezted az egész sztorit. Izgalmas volt, jó volt. Jó volt, jó volt. Köszönöm szépen. Remélem, hogy majd. Hogy hol, hogy mikor találkozunk, nem tudjuk, ezt a napot megéltünk. Úgyhogy a serlegünk, lekívülről nézzétek, hogy hogy csillog, ami benne van tartalom, hogy benne vannak a csapatnak a rákészülése, aztán előttek a reszelése, az anyósnak a hozzáállása, a gyerekektől ellopott pénz, a haveroknak a együttes éjszakázása, a gyerekek, itt, akik itt volt, mindenki serleget kapott, és nem kívülről kell nézni, hanem benne van. Ez így van, ez így van. Ez mindig egy élmény, az. Ami örökre velünk marad. Ennyi, igen, igen. Örültem, hogy láttalak. Én is téged. Ölellek. Ölellek, baj. Szevon, huligán. Kedves nézőink, sajnos nem lett harmadik kör. Kicsit rövidre sikerült a nap. Igen, kicsit rövidre sikerült a nap. Mindegy, hát ez van, most nem tudunk valamit csinálni. Sajnos nem. Sajnos nem. Úgyhogy itt bezárult a Winter Cup. Ez volt az utolsó forduló. Úgyhogy igazából még a bajnokság végeredményét látni kell, hogy hova jöttünk be összesítőbe, mert ugye most megmondom őszintén, nem vagyunk vele képbe, a mai verseny az nem a legjobban sikerült. Az nem segített előrébb jutni a ranglétrán, de hát nem is erről szólt. Nem is erről szól, meg az egész nem erről szól igazából, ott az első körben ugye volt hiba 15 másodperc, úgyhogy... Igen, az... egy körbe ledolgozni, még kettőbe talán, de egybe lehetetlen. Egybe lehetetlen, meg hát három körbe több hiba is lehetett volna több embertől, ugye két körben nem nagyon sok minden történt. Így igaz. Figyelj, mi nagyon élveztük ezt a versenyt, tehát maga a pálya, meg az egész... Az szenzációs volt, az idő is jó volt hozzá. Minden nagyon jó volt, tehát minden nagyon jó volt, úgyhogy sajnos itt befejeződik a Winter Cup, meg ez a versenysorozat, úgyhogy erről a részről elköszönünk tőletek. Az amatőr versenyzésről szóló műsor az függőben van. Mihelyt megkapjuk magát, azokat a dolgokat, amik majd kellenek az amatőr versenyzéshez. Csinálni fogunk róla egy műsort, meg majd beszélgetünk erről is, tehát egy ilyen összegzőt, hogy mi történt ebbe az évben, Szabolcsal leülünk majd beszélgetni. De megvárjuk először ezeket a dolgokat, hogy valójában mi az, ami kell majd az amatőr versenyzéshez, mert jelenleg nem tudjuk még mi sem. Meg más sem egyelőre. Meg más sem egyelőre, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy néztétek ezt a sorozatot, a versenyzés a vérünkben van az amatőr versenyekről.
Winter Cup, úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy néztetek, és találkozunk a következő alkalommal. Addig is nem felejtsetek el feliratkozni és dobni egy kommentet, hogy mit gondoltok erről az egész sorozatról. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!